Hello, sziasztok! Ismét egy újabb Game Start és Zombie Fest, és hát most és már Resident Evil. És Resident Evil. Most már úgy gondoltuk Siriusszal, hogy véghez visszük a Resident Evil-öket, elértünk az utolsó részhez, amit kiadtak. Most a mellékhajtásokról létszi ne beszéljünk, mert tudom, hogy még volt sok Resident Evil, sőt még talán tudok majd mutatni fénypisztolyos Resident Evil-t, mert ugye a Umbrella és a Dark Side Chronicles volt az, amikből mi csak az egyikkel játszhatunk, úgyhogy még ezt lehetne folytatni. Amit látok, az a Resident Evil 6, és mint ilyen, így most nagyon nehéz lesz az egészet bemutatni, nem is akarom bemutatni, mindegyik más. A Resident Evil 6-ban rámentek kicsit a Capcom arra, hogy a történetet bonyolítsa. Amint látod, itt most már a meghatározó emberek visszatérnek, tehát Leon, Chris Redfield, Jake, ő egy új karakter lesz, de kap egy jó kis előtörténetet a többi kampányba. Tehát úgy érdemes végig ebben a... Érdemes, igen, tehát mindegyik kampány belefonódik valahol a másikba, találkoznak, vannak ilyen crosspointok, és onnan megy mindenki tovább a maga útján. Illetve Ada Wong is előkerül, akit a Resident Evil 2-ben Leonnak az ilyen, hát ilyen szeretlek is, meg nem is kapcsolatként lehet ezt. Ugye Ada egy ilyen nagyon nagy kis magánzó, aki állandóan kavar össze-vissza, tehát most ebben inkább nem mennék bele. Leont szeretném megmutatni neked, Sirius, és pontosan azért, mert szerintem a Leon kampánya az... Leonnal leszek, Helena lesz a társa, ez egy teljesen új dolog. Most nem engedem, hogy mások is jöjjenek, mert nektek szeretném megmutatni. Sőt, Agent Hunt settings is van itt. Az Agent Hunt egy olyan játékmód, amikor beszállhatnak szörnyként más játékosok online az én kampányomba, és megpróbálhatnak engem megölni. Ez egy nagyon vicces funkció. Itt is azt mondanám egyébként, hogy a Resident Evil 6 akkor jó, hogyha online játszol vele. Igen. Bevonsz mást, együtt vagytok, mondjuk co-opot játszatok, amiben belemásznak mások online, és megpróbálnak megölni. Kicsit olyan, mint az Evolve most, amiről beszélgettünk korábban. Ez egy jó pofa dolog, és... Ez a szokásos kérdés, ami megfeltettem már az előző rész alatt is. Mennyire zombis a zombis? Na, és pontosan ezért akartam neked mutatni ezt a részt, mert kérlek szépen, ez a legzombisabb, sőt rendesen a Leon részét nem lehetne mutatom, szerintem ez a legklasszikusabb Resident Evil feeling. Úgy kezdődik, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke a zombivel. És nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy mi történt, csak azt, hogy Leonnak meg kell ölnie, tehát így indul az egész. Mr. President! Itt már sajnos vége, visszatértünk a zombikhoz, mit tudsz, Sirius? Ez itt van, igen, ez... De azért megpróbál érvelni, pedig ha valaki ő aztán találkozott már megfelelő mennyiségű, módosított tudatállapotú egyénnel, hát, ahhoz, hogy tudja, hogy ez már nem érvelésről szól. Hát sajnos zombi a javából. És Édennek nevezített itt, már úgy vannak, mint most van a héja. Ennek ellenére muszáj jött kinyírni a... Tehát elég kemény indítás. Meg kell, hogy mondjam, amikor a Resident Evil elején én még meg voltam győződve arról, hogy ez egy baromi erős játék lesz. Sajnos a leggyengébb Resident Evil lett szerintem ezzel együtt. Rettetesen repetitív, nagyon hosszú, nagyon lineáris. A történet mesélése az már-már néha röhelyes. Kapkom az ilyen egyre... ilyen extravagánsabb, ilyen filmszerűbb, már Hollywoodot megszégyenítő fordulatokat teli ilyen látványorgiát akar prezentálni, ami egyszerűen szerintem nem a Resident Evil hangulat, egyszerűen nem jön össze a kettő. Ugyanakkor próbálnak ilyen nagyon nagy drámaiságot is néha belevinni. Nem életszerű már, ez a bioterrorizmus is elmegy ilyen egészen irreális dolgokba. Állandóan ilyen gigantikus, látod itt is itt a Hannigan, akit a Resident Evil 4-ben is már találkozhattunk. Óriási nagy baj van, mert hát ugye meghalt az elnök, és akkor most mindenki rohangál, hogy úristen, a nemzetbiztonság most hogyan is lesz a jövőre nézve. De hát egy zombi elnököt hivatalában tartani, mondhatjuk, igen, lehet, hogy ez a nehezebb, igen, az lett volna a nehezebb feladat. Mint... az az elnök, aki tolószékes volt, de nem vallotta be. Ő igazából zombi, csak jól sminkelik, és le van láncolva a székhez. Lehet így is történelmet hamisítani. Azért az kemény lenne, nem felvállalni a szőzőnök zombi lett, úgyhogy mi most így inkább életben tartunk. Most ha nagyon rossz májú lennék, akkor vannak olyan politikusok, akikről nem tűnne föl, hogy éppen zombival most minden, igen. Ugyanúgy kiáll, motyog valamit, és én meg leszarom. Igen. Ami szomorú, de tény. Na, szóval itt most elég nagy felfordulás van már a történet elején, és itt most ránk vár a dolog, hogy felfedezzük ezt a kis
hát azt, hogy is mondjam, finoman azt, amikor zombival változik az elnök, incidens. Incidens, talán probléma. Incidensnek lehetne mondani. A lényeg az, hogy akit most bele kell vágnunk a lecsóba. Ezzel együtt, hogy Raccoon City hangulata van az egésznek, és valóban a Resident Evil 2 hangulatát idézi, amikor a romos városba a zombi, császkáló zombik között próbálunk meg valamit csinálni. Ennek ellenére nagyon hamar kiderül, hogy sajnos a klasszikus hangulatból valami kevés maradt meg. De nagyon jó lenne egy olyan játék, ami mondjuk a Resident Evil 1, 2, 3 ezzel a grafikával. Aha. Azt el tudnám viselni. Kérdés, hogy mennyire lehet átültetni természetesen, és mennyi... Oh. Itt például egy új rendszerünk már. Van, ez egy ilyen útjelző... A lineáris fejem megmutatja, hogy merre kell fordulni. For dummies. Mi van, és ha másik látod, irányba fordulsz? És amit itt most már a hád, ott semmi nem tudok tovább menni. Akkor igen, ez egy igen hasznos dolog. Mondom, teljesen lineáris a dolog. Hát mutat pár dolgot, tehát most annyi, hogy itt akkor elmegyek erre, és itt ezt látom. Aha. Tehát, hogy most nem is tudok futni. Hát most osonás van, hát most már, miért futnál? Igen, tehát most már megint az, mire rájövök majd, hogy éppen a 43 féle irányítási modellből a kedves Capcom éppen mit rakott össze. Tehát itt még az a jó ebben, hogy itt még csak mész, gondolkodsz, kint vihar van, villámlik, ebbe a sötét kastélyszerű, egyébként egy ilyen nagy campuson vagyunk, ilyen egyetemi campusban. Hogy szépen fejezem ki magam, nem tudok futni, tehát bocsánat, hogy ennyire lassú. A lényeg az, hogy azért rengeteg modellt, ugyanúgy a Coop modelljét átvettek a korábbi, vagy a Resident Evil 5-ből. Föl kell fedezni itt a környéket. Itt még, úgy valami itt még... nagy ünnepély volt éppen. Hát igen, itt valahogy itt szabadult el a pokol. És nem tudjuk, hogy mi történt. Gondolom az elnöknek valami választási ízéje volt, tehát egy kampány körútra jött, és... Éppen beszédet mondott, amikor elszabadulhatott itt a pokol is feldíszítették az egész termet. Aha, most már tudom, hogy mivel kell célozni. Mindenképpen jó. És itt már, igen, mint ezt mondtad, itt már tudsz mozogni és célozni egyszerre. Ugyanez igaz a tárazásra is? Igen, csak nincs nálam jó, történy. Most... Viszont nézd meg, most már a hád az ilyen teljesen modern, ilyen nagyon telefonos. Nagyon ultramodern, igen. Megoldás. Félig átlátszó telefonos. Igen. De arra próbálok rájönni, hogy mi ez a sietség. Igen. Hogy bevettem egy egészségcsomagot, amit nem kellett volna. Semmi baj, valószínűleg ez a fél óra, ez csak nem. Ez a töltés, hogy így neki támaszkodik a izének és szétnéz, de meglát valakit, aki éppen menekül, úgyhogy én azt javaslom, hogy gyorsan fussunk utána. És végre, futunk is! Ops. Végre futunk, de természetesen meg kell találnunk azt az utat, ahol... Gondolom szkriptált, úgyhogy úgyis megvár valahol. Persze, valahol megvár, ezt pontosan jól érzed. Hát én azért, ha ilyen ügynök lennék, csak hamarabb átjutnék egy ilyen termen valahogy. Na ne is mondd nekem ezt. Lényeg, hogy átjutottunk. Természetesen még mutatja is, tehát még marker is van. Tehát... Elég egyértelmű. Nagyon, és mi van, ha most hülyékre van megtámaszkodik, körbenéz, megint töltöttünk. Töltés, igen. Tehát itt most már nem a nyíló ajtó van, hanem az, hogy mi egy kicsit megállunk. Épp ideje volt túllépni. Elmerengünk ezen a dolgon. Hops. Ha valaki lehet nálunk lassabb, akkor természetesen az kedves csapattársam. Hát ő sincs jól, tehát benne van, hogy itt akkor nem fog örülni. The fog. What? The fog. It came out of nowhere. Köd. Tehát, hogy valami gázszerűséget, vagy valami gáznemű anyagot juttattak be, és azzal jutott be a T-vírus az épületbe, amitől az itteni emberek átalakultak szépen zombivá. Ki? És miért? És minek? If you don't keep it down, you won't live to save her. You understand? Na, megnyugtatjuk őt, hogy mi fasz a gyerekek vagyunk, és mindenképpen megszerezzük neki a lányát, illetve próbálunk rá vigyázni, úgyhogy most el kell mennünk megkeresni a lányát. Leon, we don't have time to... We're making the time. Nagyon kemény ez az arc. Vele nem lehet packázni. Nem. Az előbb még siettünk valahova, mert az egyetlen esélyünk a túlélésre az az. Most pedig egy
valószínűleg nem rosszul kereső hivatalnak, ja, segítünk most nagyon, megkeresni igen, a most nagyon ő meg itt parázgat is ráadásul, tehát itt most nagyon rámentek erre a kis jaj, de félelmetes dolog. Hát ez a leeső dolog, ez igen, ez azért... Ez rossz lett volna, ha igazán beleéljük magunkat. Erről teszem be egyébként még, ugye jött a Resident Evil Revelations, ami egyébként még a Resident Evil 6 előtt jött, amit majd érdemes lenne bemutatni, ez sajnos nekem még nincs meg. De lehet, hogy megszerzem, mire majd megint forgatunk, mert ugye rendszeres időközönként forgatunk, és akkor majd lehet, hogy érdemes lenne azt is majd megmutatni. Egyébként a Revelations az egy nagyon jó játék volt, azért volt érdekes, mert ugye Nintendo 3DS-re jelent meg. Aha. És egy teljesen magával ragadó, komplex, már-már klasszikus Resident Evil játékok hangulatát idéző, de ilyen játék mellette rendelkező kis gamma volt, és az volt a gyönyörűség, hogy ezt meg is csinálták HD-be konzolra, és azon is teljesen élvezhető volt, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogyha ezzel a játékmenettel, de egy picit komplexebb és izgalmasabb megoldásokkal teli játékot akar, akkor mindenki. Nem, innen jöttünk? Innen jöttünk. Igen, igen, csak most megyünk a másik irányba, tehát hogy a... Értem. Értem, a hála az ének eddig nem szakadt le semmi, most viszont bepótolja és minden ránggal. Tehát itt megyünk, és akkor szépen megkeresük a lányát, mert ez a faszé az állandóan nyávog itt, úgyhogy most már... Na most mi van? Hát erre sajnos nem mész. Hát pedig de. Vagy lehet, hogy fel kellett menni a valami kulcsra. Mindjárt kiderül. Tehát megyek ahogy tudok. És közben nézzük a jó kis falat. Ó, elvakította a fény. Bizony. Pedig nem volt belőle olyan sok feltétlenül. Közben a csávó valahogy meghackelte az árat. Nagyon jó, nagyon jó. Ennek örülünk. Akkor megyünk is tovább. Mert hát hiszen meg kéne találnunk Gleast, mert ez így kevés lesz. Ez pont ez a rész nehezen indul be, tehát kevesebb az akció, lehet az is, hogy most végighenteljük az egészet, de pont azért ezt akartam megmutatni, mert itt legalább nem az történik, hogy azonnal beledobnak minket ebbe a... De ők közben zombul, nem? Ebbe a dologba, hát nincs jól, mondjuk így, de itt legalább van valami olyan felvezetése az egész dolognak, amitől azt érzed, hogy egy picit tényleg horrorisztikusabb dologba mentünk, nem pedig ebbe az agyatlan hentelésbe. Úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit inger szegényebb a dolog, de hát be fog indulni majd ez a történet. Ja, hogy hát azért, ha azt mondjuk egy ilyen sötét szobába játssza az ember, akkor azért... Be lehet szarni, meg hogyha főleg mondjuk körbe rakod magad egy kis 5.1-jel. Igen. Akkor jól, most meg kell... Igen, tehát ezzel a liftet tudunk majd elmenni, és akkor a garázsba lejutunk, és onnan pedig kimenekülünk. Úgyhogy most mi szépen elmegyünk, megpróbáljuk Liszt megtalálni. Jaj, menj már innen, te szerencsétlen. És ráadásul ő tudja arrébb rakni különböző tereptárgyakat, és nem is mehetsz előrébb. Én nem tudok még mondani. Te Half-Life 2-ben, amiben volt egy bug, hogyha hackelt a játékod elég sokáig, ugye, akkor nem mozdulnak az NPC-k, és nem nyitják ki neked az ajtót. És megint a villámfény elvakítja, tehát az milyen ügynök, akit a... A villámfény ennyire elvakít. Itt, ez beszalás. Na, tehát itt most végre megyünk tovább, és akkor megpróbáljuk Liszt megtalálni, itt egy véres kéz nyomja az ajtón, tehát gondolhatod, hogy... A bácsi veszek nem nyugodt. Para, 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 para. Itt nagyon sok vér van. Igen, nagyon sok vér van. És egy lányzó. Ops, egy másik. És lány. Persze. Na vajon meg kell ölni, vagy nem kell megölni? Liz! Jó hírem az, hogy megtaláltuk Liszt. Közben meg összeszartuk magunkat egyszer, de ennyi belefér. Where are Mom and Liam? They already got out. Szóval amit látjátok, itt elég nagy baj van, és a többi kampány egészen más történetek. Uh-huh. Még valami időben is más, tehát olyan, mint egy Tarantino film, hogy itt szépen lassan egymásra épülgetve, egymásra utalgatva. Például a Chris az később játszódik, mint a Leon kampánya. Aha. Ő például nem is zombikkal harcol, hanem ezekkel a fegyveres, ilyen Las Plagas-szerű lényekkel harcol. Tehát csak itt vannak zombik, máshol másfajta mutánsokkal küzdünk meg.
Tehát itt egészen vegyesen kavarják a történetet. Az állít, hogy elég nagy a szívás ebben az egész világban. Tehát, hogyha épp valaki nem zombi, akkor itt mindenképpen baj van. Ő egyéb... Viszont egy dolgot a Resident Evil 6 számlájára kell írnom, ami pozitív, tehát a pozitív oldalra kell beírnom, az, hogy a maga a kampányok, ugye ezzel a sok szereplővel elnyújtva, plusz az Éda bónusz kampányával egy ilyen 15 órára kihúzható játékmenetet hoz. De akkor fejenként nem olyan hosszúak. Ami végül is, hát egy jó pár órát el lehet vele azért piszkálódni. Attól függ, hogy mennyire nehéz fokozaton játszod meg minden, de el lehet húzni akár 20 órára is azzal, ameddig, amíg össze-vissza szenvedsz. Az tény, hogy nem a logikai feladványok megoldásával fogod eltölteni az idődet, hanem mész előre is hentelsz, de egy jó pár óra egy kampány. Tehát mondjuk azt, hogy 4 óra, 4 órában végigjátszható, talán. Nem akarok hülyeséget mondani, bocsánat, hogyha esetleg keveset mondok. Arra emlékszem, hogy Leonnal azért egészen sokáig elhúzódott. Tehát jó, több estém is benne volt. A Chris egy kicsit rövidebb. Aha. Meg főleg a nehézség, tehát van olyan kampány, ahol tényleg a boss fight határoz meg rengeteg mindent, és az ott azért el lehet időzni. És akkor ott töltöd az időt, aha. Igen. Az Ada Wong az egyetlen egy kampány, ahol viszont logikai, kifejezetten a klasszikus Resident Evil-os logikai dolgok vannak. Dráma. Most változik zombivel? Hát, na várjál, még nem ez a lényeg, figyelj. Most el kell sírni, szegény. Szomorú. És ő már fuldoklik? És... Hát nagyon rosszul érezném magam, két potenciális zombival egy vagy ben vagy a sötét liftben, elment az áram, és csak azt hallod, hogy valaki fuldokolva éppen alakulgat át. Természetesen már. Viszont elég látványos van egy kocsit. Quick time event, mert hát hiszen... Anélkül nem élet az élet. Anélkül nem élet az élet. És akkor most... Megpróbáltunk célozni. Nem vagyok én a gyerekekben. De hál' Istennek így sikerült azért Helenával együtt megoldani. Közvetlen közelről. És akkor most jön az apja? I can't believe this. Well, get used to it. It's either them or us. And they don't hesitate. Na, hát akkor innentől beindul az akció, hölgyeim és uraim. Kemény. Kinyílik így az ajtó, és így tele van minden zombival. Hát nem azt mondom, hogy tele, de lesz. Tehát itt most fel kell kötnünk a nemesebbik felünkre a bizonyos hasonsőt. Jó, ez a körrugás, ez még mindig megvan. Ez körrugás, ez mindig megvan. Természetesen beindította a riasztót. Hát hogyne. Tehát az jól ide vonza. És megcsúszik a vérem, azt láttad? Ez is tántorog még, ahogy látom. Igen, de van nála például a cucc. Az fura, mondjuk zombiknál elég ritkán van. Na. Itt most akkor például egy ilyen gyors hentelés parádé. Jó, ő is meghalt. Mögötted van egy még élve. Igen? Szerintem talált lassan. Hál' Istennek a társam elintézte. És akkor most, ez zseniális, ahogy megcsúszik a beleken meg a véren. He's dead. Az összes többi pedig szintén. Megint csúszkál. Jó, akkor menjünk talán. Hát itt nem fogunk kiugni sajnos, tehát itt máshogy kell tovább mennünk. Próbálunk kijutni, amennyire csak lehetséges. És csak együtt tudtok ajtót bazerálni. Igen. Ez kopnál is fontos, hogyha az egyik még szerencsétlenkedik, akkor a másik játékos szóljon neki, hogy ez a piros gomba, vagy a körgomba jelzi, mondjuk most hogy indulni kéne lassan. Hogy akkor most takarodjunk ki, nem? Itt most újabb emberek vannak, akik szeretnének segítséget kérni, mert mint látjátok, mögöttük már csoszognak szépen a zombik, de nem is értem, hogy miért nem futnak. Vagy ütnek, vagy...
szenvednek, vagy valami, de nem. Vagy nem. Bár. Jó, egy, ennyit azért ne üssenek, de hogy... Mit várnak, hogy a kamerából majd kibújik a segítség? Let's go. Leon, it's too late. Leon menne megint megmentőst játszani, de hát sajnos nem, mert már semmit nem tudnak tenni. Ez egy elég szomorú történet. Innentől már csak ketten vagyunk, és az a dolgunk, hogy kiussunk a kampusz területéről. Nem gondolom eleinte az a dolgunk, vagy a végig az a dolgunk? A teljes kampánya? Nem. Hát még innen elmegyünk ma Japánba, meg végtelen cukor lesz itt még majd. De hát alapvetően ugye föl kell gönzsölíteni az esetet. És akkor megtudjuk, hogy ki az, aki befújta azt a gázt? Vagy tehát, hogy azért megy majd a hajcihő? Vagy... Igen. Hát ez így egyébként azért érdekes, mert a részinformációk derülgetnek ki mindenhol, és gyakorlatilag, hogyha végigjátszod az egész kampány, nyilvánvalóan egyébként egy ilyen újabb terrorista támadásról van szó. Az ilyen umbrella martalékokból kilopott vírusok és annak mutációinak a segítségével. És hát... Ez az umbrella Corporation, ez egy nagyon jó elképzelés volt. Igen. Látod, itt ez például gázszerű támadás volt, tehát hogy bejött az a köd, és... Na, itt egy előadó terem. Jó lehet itt ülni. Innen a fal mellől megpróbálni a táblát látni. Természetesen itt nem tudok lemenni. Szóval az összes kampányból derülget majd ki. Együtt. Aj, de hülye vagyok, nyilván. Belerúgok a kannába, amire föl kell. Az utolsó itt maradt hallgató. De ez jó volt, mint hogy ez egy lövéssel rögtön fejes lett. Hát kettő. De hogy az első is fejes volt szerintem. Na, most megkapta magáit. Szerencsére most már felvettem. Nem tudok. Ez guggolás, vagy fedezék mögé vár? Nem guggolás csak. Ja jó. Akkor ez ennyi volt itt, azt hiszem. És hogyha minden jól megy, akkor... Akkor, ja nem, mert lent kéne lent van ott az ajtó, mert... másik oldalon. Hú, itt viszont ezt jó, hogy visszajöttünk, mert akkor felvettem egy kis lőszert, és mehetünk is tovább. Ugyanúgy szépen lassan, kíméletesen gondolkozz az, szóval... hogy mit fogsz meglátni majd a másik oldalán. Szóval itt azért egy picit legalább visszahoztak abból a régen a rendőrőrsön, meg a kastélyban. Azt már, az összes eddiginél is azt látom, hogy valaki rádugrik majd. A események azok megvannak. De szerintem ez a része... Mászik ez... ő még. Már nem. Jó. Na! Akkor itt nézzük, hogy mi történik. Úgyhogy tudunk-e valamit hasznosítani. Egy kis ammó, az sose baj, hogyha van. Ó, meg itt egyet több ember van. És így lehet porolni a lőszerrel, hogy a vádliddal töröd el a kopujáját. Igen, akkor szépen itt megdolgoztatjuk a lábunkkal, és... Ő is. Így. Pak! Kap még egyet. És rálépünk a fejére. És már is mindenki boldogabb. És ott van egy növény. És ha jól bevált, emlékszünk rá. Grünek Reuter. Vagy Kreut, már nem emlékszem pontosan, de... Na most Kreut itt vagy ki tudom mászni. Szerintem. Ha jól emlékszem német tanulmányaimra, Kreut biztos nem. Hát én meg nem tanultam németet, viszont a Resident Evil-t azt németül játszottam. Igen. Ennek okán ennyi maradt meg. Inder Nurdas Überleben célt. Még ennyi. Illetve hát az a kevés kis felnőtt filmes műveltség, hogy Jajá ich komme, Deine Muschi ist fantastisch, ezeket még hozzátom fejezni. Kevés felnőtt filmes műveltség. Hát mi még ugye az NDK pornót néztük gyerekkoromban, és még ezek mentek, hogy Ich bin ein Vulkan, illetve Nokheim a diese Position.
Ezt tudom hozzátenni. Ja, hogy én egyébként meglehetősen szarul vagyok. Tehát igen, igen, egyébként lassan nem ártana. Egyébként a megnézetet ezek palántáidat elszívhatnád. Ezek a rugások, hogyha megnézed ott az életerő alatt, tehát most ott fölül megy a kis EKG-m, ami ilyen nagyon rá van szépen kötve a telódra. Alatta az életerő kis pottyaim, amelyek visszatöltődnek időlegesen, illetve természetesen most elment, alatta van egy úgynevezett, hát minek is mondjam, stamina gyakorlatilag. Ami ugye folyamatosan folyt, tehát ez a rugdosódás is nagyon jó, csak egy idővel visszatöltődik. Most viszont nagy szarban leszek, hogyha nem találok valamit. De van nálad. Van nálam egészségcsomag? Van. Basszus. Volt, mert nem egészségcsomag, hanem bűnök rajta. Jaj, tényleg. Na itt most szerencsére ugyanúgy van, hogy a partnerem fölsegít. Figyeld, és még mászik. Ja, de van egy másik is, tehát csak igen, csak még jó, csak de azon át is buktál egyébként odafele mellett, tehát ez ilyen kis alattomos volt. Na. Jó, akkor nézzük. Ott van a... Az is megvan, ja, hogy most sprayed. Combine, na mindegy, jó. De így is jó, hogy magadba tolod, aztán nagyon örülni fogsz neki. Oké. Okay. Bevettem még egyet. És jó, most úgy jól jobb. Néz ki, hogy akkor jobb. Legalább annyira jól vagyok, hogy ezt átvészeljem valahogy, ezt az egész kis mókát. Ó, egy kis gránát. Fölvettem? Nem. Na. Haladgatsz közben a World War Z-vel? Annyira, könyve. Hogy... nem. Oh. Nem. Nem sajnos, pedig kéne. Az jó. Tudom, tényleg. Nem csak ajánlani tudom. Tudom, és mindenki gyönyörű, nagyon ciki, de sajnos a olvasás az, amire nem volt ilyen. Még ezek az a kevés, amit játékra tudok fordítani, az is nagyon kevés. És sajnos szégyen teljes dolog, de ja, nem, ilyenkor azért... a játékot részesítem a könyvben. Főleg annak most... elképzeléseim mennyi dolgoz, úgyhogy nem azért kérdeztem. Igen, főleg most, hogy a barátnőmmel egyébként diablózunk együtt co-op-ba a PS3-on, és megőrülök. Mögötted áll egy zombi. Az mi volt? Kicsit lemaradtam. Ilyenkor vajon kijön mögöttünk? Na most oda kéne átjutnunk majd. Nem, rácsuktuk az ajtót, látod? Ennyi, hello kedves barátunk! Köszönjük, hogy együttműködtél velünk. Megint megcsúsztam valamint, tehát simán lehet, hogy olyan sötét van. Meg egyébként nagyon jól állítjuk be a fényt ugye a kamerának, de hogy ez pont azt jelenti, hogy a tévé mögül ömlik kifelé a fény, úgyhogy a sötét képet nem. Hát ő kapott most egy csúnyát, a saját kezét belállítottam a hátába. Nagyon helyes. Ez sok emberre meg kell itt tenni. Itt egy nagyon nagy buli volt, de minek? Rövid a lábad. Igen, sajnos így sikerült. Na és most vajon... Szerintem elpárlott, ki tudnád végezni. Igen, elpárlott, úgyhogy akkor ez nekünk jó. És, de természetesen nem tudjuk kinyitni az ajtót elsőre, úgyhogy meg kell keresnünk a keycardot, ami valahol ott villog a Rotecreuter mellett, és akkor visszatudunk. Ha valamikor valami apokalipszisbe belerohanok, tudja, hogy ezért azzal lesz probléma, hogy nem villognak a dolgok, amiket meg kell keresni. Nem mondod. Egyszerűen szomorú. Jó, hát én itt ezt elléggitároztam szépen magam. Ó! Hello! Jó, hát ő mellett elmentem most szépen, teljesen mindegy. Megyek és próbálok egy keycardot szerezni, mert most igazán... Ez nem az az ajtó volt? Nem, csak nem, ugyanolyan? Nem. Tehát a másikat azt ugye magával a keycardot nyitjuk, ez pedig itt még vissza, jó? És akkor most várunk. Hát most várni kell, amíg szépen odaér a kis Helena. Természetesen csak is kizárólag dupla körbe pörgő rúgással lehet bejutni. Megint nem egy zombi volt, ami látásítja? Dehogy nem, hát itt óriási nagy hand parádé lesz. Majdnem sokára, most először még bemegyünk. Nem. Nem, előbb elrontjuk a kódot. And again, the door's locked. There's no way out. I'm on it. Just give me a minute. Foci zombik. Na jó, hát várjuk meg, hogy bejöjjenek. És akkor még őket leírjuk, jó? Még jó. A műsor vége előtt. Nem. Akartam érezni, hogy választhatjuk a könnyebb utat. Hogy azt mondjuk, hogy hát sajnos eddig sikerült. Nem, hát azért hagyd lássanak, kedves nézők, valami
Vérontás. Vérontás, hogy már eddig kibírták a dolgokat. De hát itt is van skill point, tehát itt most már nem is pénzt költünk, hanem itt most már ezt el is fejtettem mondani, hogy gyakorlatilag már XP, amit találunk, és ebből fejleszthetjük a karakterünk képességeit. Ez jó, hogy így jelzik egy... Kirúgtam őt az ablakon. De nem vetted fel a cuccot. Jó, majd mindegy, most van jobb dolgom, mert látod egy kicsit... Meg sokasodta. Van egy kis bibi. Végülis körbelőttem a fejét, tehát amit lehetett, az... Nem ásszál tovább, maradj. Ott is lehet, van egy. Nem, az azon a vért. Bevernem egy kis egészségcsomagot. Jó lenne, hogyha a saját partnernőm nem állna az utamba. Át tudod lőni, vagy? Át, azért nincs rendben fejre. Ez is eszköz használ, ami fura. Na, mehetünk innen. A rágba. Mehetünk a rágba, ugye előre mondtad, kedves Sirius. Na, itt most rágcsukjuk az ajtót. És úgy derékból. És újra töltök természetesen. És checkpoint. Na. És megint van egy... Becsuktuk, bent vagyunk, és keresgetjük majd a keycardot, kifele pedig vár ránk még egy újabb móka. Nagyon hosszú játék, lehet hentelni, hogyha többen játszátok, szórakoztató, de szerintem a Resident Evil 6, hát a sorozatnak szerintem eddig a mélypontja, nagyon remélem, hogy innen a Capcom is változtatni fog, azt ígérik, hogy majd változtatnak. Mi pedig akkor majd... biztos, hogy jön következő. Szinte biztos, nincs bejelentve hivatalosan, de szinte biztos, mert több olyan nyilatkozat volt, hogy újraértékelik a Resident Evil franchise-t. És ez valószínűleg nem azt jelenti, hogy kukázzák, mert a legtöbbet hozó címükről van szó, az egyik legtöbbet hozóról, tehát hülye lenne a Capcom, hogyha nem ezzel foglalkozna. Na, hát amíg itt Leon nézeget körbe a szobába, mint aki még sose látott tapétát, mi meg elköszönünk tőletek. A Resident Evil-ből most nem tudunk többet mutatni, ha majd megszerzem a Revelations-t, annak érdemes lesz nekiugrani, és egyébként pedig még visszatérünk. Igen, majd, mint tudjátok, zombis játék akad. Zombis játék akad, úgyhogy nem sokára ismét találkozunk. Sziasztok!